mesélj nekem. A gomba alatt. A hangyát egyszer utolérte egy nagy eső. Hová bújjék előle? Meglátott egy apró kis gombát a tisztáson, odaszaladt, és elbújt a gomba kalapja alá. Üldögél a gomba tövében, várja, hogy elálljon az eső. Ám de az eső egyre jobban zuhogott. Egy agyonázott pillangó vászorgott a gombához. Hangyácska, hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá, úgy eláztam, nem tudok repülni. Már hogyan is engednélek? Kérdezte az hangya, hiszen magam is éppen csak, hogy elférek alatta. Se baj, kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán a hangya beeresztette a pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak zuhogott. Futva jött egérke. Engedjetek a gomba alá engem is, patakokban folyik a víz rajtam. Ugyan, hogyan engednénk ide, nincs már hely. Húzzátok magatokat összébb egy kicsit. Összébb húzták magukat, és beengedték az egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abba hagyni. Arra ugrándozott a veréb, és így sírt rét. Megázott a tollácskám, megfáradt a szárnyacskám, engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni. Nincs már több hely. Húzodjatok összébb, nagyon kérlek benneteket. Na, jól van. Összébb húzottak, jutott hely a verébnek is. Ekkor a nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát. Bújtassatok el, kiáltozta, mentsetek meg, üldöz a róka. Sajnálom a nyulat, szólt a hangya, tudjátok mit, húzockodjunk összébb. Alighogy a nyulat elrejtették, odaért a róka is. Nem láttátok a nyulat? Kérdezte. Nem láttuk bizony. Közelebb lopakodott a róka, és szaglászni kezdett. Nem itt bújt el? Ugyan? Hogy bújhatott volna ide? Megcsoválta a farkát a róka, és elment. Közben az eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól mind a hányan, és örvendeztek. A hangya elgondolkozott, és azt mondta, hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk. Brehehe, brehehe, breherészett valaki. Mindannyian oda néztek. A gomba kalapján ült a béka, és jó ízűen nevetett. Ó, ti okosok, hiszen a gomba! A mondatot félbehagyta, őket pedig ott hagyta. Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mindazután elfértek. Ti is kitaláltátok már?